Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Hitköznapok, a mikrofonnál Fekete Rita, a műsor szerkesztője pedig Jó és folytatjuk a Boldog Mondásokkal kapcsolatos sorozatunkat. A mai napon pedig a boldogok a tiszta szívűek, mert Istent meglátják, erről fogunk beszélgetni vendégeinkkel, akiket köszöntök itt a stúdióban, Vigri Richard, a Szent Pál Akadémia oktatója, szervusz! Szervusz Rita, köszöntelek téged is a hallgatókat is! És Sárközi György, a hídgyülekezete van itt velünk. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, is téged is köszönjük a meghívást és mi is köszönjük, hogy elfogadtátok. De nem musztátok meg azt a kérdést, amelyet Györgynek már azt hiszem föltettünk az előző részben, hogy egy picit a boldogságról beszéljünk, és akkor most Richardnak adnánk meg a lehetőséget, hogy ő is kifejthesse ezzel kapcsolatban, hogy mi a véleménye, mi a boldogság, vagy mit, milyen kijelentést kaptál te ezzel kapcsolatban, vagy mit tudsz erről elmondani, és szerinted mi a boldogság, és ebből mi a fontos számunkra, hogy megérthessük ezeket az igéket. Én azt gondolom, hogy ö, ab, én abból indulok ki, vagy abból indulnék ki, hogy ugye teremtett lény az ember, ö, teremtett lények vagyunk, nem önállóan létezünk, hanem függünk valakitől, aki alkotott minket. És azt gondolom, hogy, hogy boldog ember az, az az ember tud lenni, akinek az életébe beteljesedik az, amire teremt veled és ennél fogva lehet, hogy ez egy picit pessimistának fog hangzani, remélem nem nagyon, de én azt gondolom, hogy most ebben a földi életszakaszunkban ilyen boldogság morzsákat tudunk legfeljebb átélni, vagy, vagy pillanatokat, vagy rövidebb, hosszabb időket a boldogságban. De tekintve, hogy az ember egy komplex lény, szellemből, lélekből, testből is áll, én abban nem nagyon hiszek, hogy ha a szellemünk és a lelkünk is mondjuk újjá van születve, és az urban van, és Isten dicsősége esetleg már egész nagy mértékben valakinek az életén jelen van, akkor is, ha átélne egy hosszabb boldogságot, mondjuk aznap este, vagy másnap reggel eszébe jutott, hogy hoppá, leizzadtam, hoppá, be kell vennem egy pirulát. Tehát én azt gondolom, hogy amíg a testünk is nem kerül a boldogság állapotába, addig úgy tartósan a boldogságról nagyon nehéz beszélni egy embernél. Ez meg a Biblia szerint a következő világkorszakba fog megvalósulni, amikor a testünk is örök életet kap, üdvözül és szellemi testé válik, nem lesz vele soha többet semmilyen probléma. Ezért én egy picit afelé hajlok, hogy a boldogság az egy, az egy cél a mostani világkorszakban elsősorban, és a következő világkorszaknak élünk, igazából arra készülünk, nagy intenzitással és akkor fog ez szerintem megvalósulni gyakorlati módon az életünkben. És akkor a boldog mondásokat, ezt inkább ígéretként kell, hogy felfogjuk? Én azt gondolom, hogy, hogy én ott egy, egy, picit az, abból indulnék ki, hogy milyen közegben hangzott el, hangzottak el a boldogmondások. És ugye ez Jézusnak a, az első nyilvános galileai szolgálata során, annak talán a csúcspontján, ez egy hatalmas ilyen gyógyító csodatevő körútja volt Jézusnak. Az volt a célja vele, hogy az akkori izraeli társadalmat Isten ereje, kenete, hatalma megérintse, és nyilván ezt meg is csinálta nagyon, nagyon erőteljesen rengeteg bizonyság, csoda, gyógyulások, szabadulások történtek, és ennek a, ennek a körútnak a csúcspontján mondja a Szentírás, hogy egy betszajda városhoz közeleső, elhagyatott helyen leült Jézus egy hegyen, egy dombon, és elmondta a boldog mondásokat. Én, én egy picit ebbe azt látom, hogy Picit a kulisszatitkaiba engedett Jézus ezekkel a mondásokkal be minket, és öm, valóban, amit te mondasz, hogy egy egyfajta készülődés, egy készülés a következő világkorszakra, de nyilván ez egy folyamat mindegyikünk életében, és azért nem azt mondom, hogy nem lehet átélni boldogságot a mostani időszakban, át lehet élni azt gondolom, de de abból az ember előbb-utóbb szerintem kénytelen, kelletlen kiesik. Tehát ezt a, azt a maradandó boldogságot, amire minket Isten elhívott és megteremtett, azt gondolom, hogy azt, azt a messiási korszakban fogjuk megélni. Egyetértesz ezzel, György? Igen, az jutott eszembe, amíg Richard mondta, hogy hogy itt a test, amíg visszahúlik talán egy picit, ahogy mondja az egyik Zsoltáros, hogy a lelkünk a porba hullik, úgy újra és újra. De az a jó hír, hogy a szórólapáton már fönn vagyunk, és Jézus Krisztus a szórólapáton folyton földob minket, tehát már úgy leesni nem tudunk, ahogyan egy erkálhozott ember, ha csak valami nagy bajt nem csinálunk. Akkor, akkor kicsit bontsuk ki magát ezt a mondatot, amelyet a mai napra választottunk, ugye boldogok a tiszta szívűek, és itt nem mehetünk el amellett, hogy egy kicsit a szívről, mint olyanról beszéljünk, hogy pontosan melyik részünkre, szervünkre gondol itt az ige, és hogy, hogy lehet ezt tisztán tartani egyáltalán, mit jelent az, hogy tiszta, mi az, ami besározza akár a szívünket, milyen funkciói vannak a szívünknek, tehát egyáltalán mit csinálunk mi a szívünkkel, vagy mennyire fontos részünkkel, ez, ezt egy kicsit segítsetek megérteni. Akár melyikőtök kezdheti, aki? Hát, uh, a ketten próbáljuk <laughs> meg, hogy én uh, uh, szerintem az egészséges Krisztus identitás kifejlődéséhez szerintem elengedhetetlen, hogy az ember személyiségének felépítését azt Isten kijelentése alapján közelítsük meg, és erről legyen nekünk teljes látásunk, ahogy majd itt a amivel foglalkozunk igében is, a látás nagyon fontos. Így ugyan ebben a kérdésben és a szívvel kapcsolatban, ugyanis az ember alapjában véve hármas felosztású lény, hogy olyan személy, akit Isten úgy teremtett meg, hogy szellemként, ez egy szellemek vagyunk, akik egy testbe vagyunk behelyezve, és itt már akkor kettőnél tartunk, és van lelkünk. És az emberi lelke, lel lélekben magába foglalja az érzelmet, az értelmet és az akaratot, és hogy ennek a, a hármas felosztásnak a legmélyén, illetve az egészet integráló szervünk, ahogy te az elején fogalmaztál, az a szívünk, az a legbelső, a legmélye az embernek, az a legmélye valója. És hogyha erre van látásunk a Biblia alapján, hogy mi a szív, ahogy mondja is Salamon, az együgyűeknek lelkére köti, hogy értsétek meg a, a szívet. Tehát itt most már arra vállalkozunk, hogy először is a, talán valamelyest a idő amennyit engedi, hogy a, a szívvel kapcsolatosan valamilyen értelmet nyerjünk, hogy mit is jelent a szív, mert hogyha azt most megértjük, egyrészt nem leszünk együgyűek, nem maradunk ostobák, itt úgy mondja a, a fordításba, de ez egy ez, ez, ez feladat, hogy megértsük a szívet, és hogyha nem testi vagy érzelmi alapon próbáljuk megérteni, vagy valamilyen testi gondolkodás alapján, hanem az Isten igéje és a kinyilatkoztatás alapján, akkor, akkor a szívünk már is egy tisztább állapotba fog kerülni, és ebbe vízunk, hogy ez így fog alakulni esetleg átadom. Teljesen egyetértek azokkal, amit mondott a Gyuri. Mondott egy kulcs szót, az, hogy érzelmi alapon, és azt hiszem, hogy nagyon helyes, hogy ezt itt elmondtad, ugyanis a, a szentimentalizmus az óriási károkat okozott, azt gondolom, itt Európában, a meg hát talán világméretekben is, a, a szív felfogásában az emberiségnek és minden amit elmondtál ugye Isten Igé alapján ezek a dolgok állnak én is csak csatlakozni tudok hozzá hogy a biblia alapján a szív az embernek a szíve az a személyiségének a lényege, az embernek a minőségét igazából a szíve határozza meg. Tehát röviden úgy is mondhatnánk, amilyen a szívem, olyan ember vagyok. Nem amilyen a cselekedeteim, mert azokat az ember át tudja verni azzal a, az embertársai, tud hazudni, tud másnak mutatni magát, de a szívét az ember azt nem tudja átfabrikálni, amilyen állapotban van a szívünk, olyan állapotú a sorsunk, az életünk. Talán egy igét akkor ide beszúrnék a példabeszédek könyvének a negyedik részében mondja azt Salamon, hogy minden féltet dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És itt többes számban szerepel az, hogy élet. Tehát életek, szó szerint az eredeti talán úgy lehetne jobban fordítani, hogy az életek kijáratai, kimenetelei az embernek a szívéből nyílnak. Tehát az embernek a szellemi élete, a lelki, érzelmi élete, akarati élete és a fizikai élete is a szívből a szívből származik. Úgyhogy ezért rendkívül fontos, hogy hogy az embernek milyen állapotban van a szíve. Minden Is. mást meghatároz. Hol vannak a szívnek a bevezető csatornái? Tehát megszületünk, rendelkezünk szívvel. Mi az, ami erre hat? És milyen irányból? És hogy hogy, hogy tudjuk ezt mi koordinálni, hogy tudjuk ezt befolyásolni? Én először is az elhangzott igéhez, és akkor talán sikerül a kérdésre is válaszolni, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Tehát akkor őriznem kell, ahogyan a Ádámnak is az volt ugye a parancsolat, hogy őrizze a kertet, ugyanúgy nekünk azt, az, az, a parancsolat, hogy őrizzük a szívünket, de kitől kell megőrizni? Ez is egy nagy kérdés. Hogy milyen befolyások érhetik a szívet, hiszen a szív a Isten igé alapján mindentől csalárdabb, ahogy Jeremiásnál mondja, tehát mindentől ha jól emlékszem, az a szó van, ami a, a Jákobnak a neve, hogy ilyen csaló, hogy, hogy mindentől, tehát minden befolyásolható, és itt akkor a befolyásolásoknál a sártán, aki azért jött, hogy lopjon, jöjjön és pusztítson, ez a szívre is ér, érvényes, hogy a szívet is el akarja lopni, el akarja hajtani, elsősorban Istentől, másodszorban, ha Istentől, akkor ugye magától az örök életünktől, az üdvösségünktől, attól, hogy meglássuk őt, és meg akarja rontani, meg akar, ki akarja rabolni a szívet, azt, amit Isten, amivel alapcsomaggal felszerelt a szívet, ha lehet ilyen, ilyen autós szakmából valamit ide húzni. De ezeket erre mindegyikre fáj a foga, azért, hogy az ember rapságba tudja, tenni, és meg is akarja ölni, hogy egy halott szív legyen. És ha már Ádámnál tartottunk, akkor ott is a bűnbeeséskor a szívük egy halott állapotba került, az Istentől való elszakadástól egy halott állapotba, ez egy tetsz halott állapot, Amire egyedül Istennek a kegyelme, a Názárt Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata, az, amit már elkészített, és aki ezt elhiszi, befogadja, az tud egy élő szívre szerteni ugyanis egy szívcserét hajt végre az Úr azonokon az embereken, akik hisznek neki, akik hisznek benne, a golgotai Kereszt áldozatába és a feltámadásába. Ez egy új szívet eredményez. Ez már olyan szív, amely alkalmas arra, hogy, hogy, Istennel olyan kapcsolatba tudjon kerülni. Itt most nem akarok, a, a, szellem és a szívnek a, a viszonya is egy nagyon érdekes és fontos téma lehetne, mert ugye a szellemünkkel tartjuk a kapcsolatot Istennel jó esetben, a Szentlélek által, leuralt szellemünk, jó, az leuralást is úgy mondom, hogy ez nekünk jó, mert egy olyan személy, akiben nincs sötétség, nincs benne semmi rossz, benne megbízhatunk, és jó az ő uralma alatt lenni, hiszen így tudunk szolgák lenni igazán, meg gyermekek is, hogyha az ember a szívét átmeri és át tudja adni annak a személynek, aki a jóságát már bebizonyította, és így így ez a szív már alkalmas rá, hogy megtartsa a Szentlélek lelket. Szoktuk ugye vízzel szimbolizálni, illetve a Biblia alapján is, hogy élő víznek folyama, és az a szívünk, hogy meg tudja tartani. Mert a régi szív, a romlott szív, a bűnös szív, az nem a bűnök miatt romlott, hanem így örököltünk, így születtünk egy ilyen romlott bűnös szívvel, és természettel, ez nem tudja megtartani Istennek a szellemét. Ez egy Lukas és kifolyik belőle. Tehát még akkor is, hogyha valaki átél Isten élményeket, nem marad meg benne. De az új, de ahogy mondja az új szövetségben, halljuk, hogy Jézustól, hogy a új borba, hogy illetve az új bort új tömlőbe teszik és nekünk ezért egy új szívre van szükségünk, a megtéréskor egy új szívet ad. Ezt már egyébként Izraelnél megígérte az úr, azt nem ezik élnél, hogy, hogy egy új szívet adok nektek, és új szellemet. Itt mind a kettőt említi, új szívre és új szellemre van szükség. Nem halotra, nem Lukasra, hanem olyanra, amely tudja tárolni és tartalmazni Istennek a szent szellemét, ami által tulajdonképpen vezetve vagyunk. A kérdésedre, hogy a, a, milyen befolyások, vagy hogyan érnek a befolyások, talán még annyit csak kiegészítve talán picit a Gyuri, amit mondott, hogy a, a, szív, amiről mi most beszélgetünk, ugye ez egy szellemi részünk. Tehát ez nem azonos a fizikai dobogó szívünkkel. Van a kettő között összefüggés, most nem, megy, nem megyek bele az időhiánya miatt ebbe, de egy, ez egy szellemi részünk alapvetően. Tehát abból kell szerintem kiindulni, hogy ahogy a, a szellemvilág Gyakorol elsősorban befolyást az embernek a szívére. És ugyanúgy, ahogy a szellemünkre is a szellemvilág gyakorolja elsősorban a befolyást, ez szerintem nyugodtan lehet úgy elképzelni, hogy mondjuk a testünkre a hideg gyakorol, vagy a meleg, vagy a napsütés, vagy a szél, vagy a hó, vagy egy betegség rossz esetben gyakorol hatást. A szellemünkre ezek a dolgok nem hatnak, a szellemünkre és a szívünkre is elsősorban szellemi dolgok hatnak, és ezek leggyakrabban azt gondolom az embernek, a szemén és az embernek a fülén keresztül jönnek be. Tehát arra talán ez az a két kapu, amire nagyon érdemes az embernek figyelnie, hogy amikor a szív megőrzéséről beszélünk, akkor érdemes szűrőket alkalmazni, és és ez a két legfontosabb szűrője az embernek, talán a harmadik az elme, de most nem akarok sorrendet fölállítani, de, a, de az biztos, hogy a szem, ugye a szívünknek is vannak szemei, és a szívünknek is van füle, és ezek valamilyen módon kapcsolatban állnak a fizikai szemünkkel és a fizikai fülünkkel is, tehát amit beengedünk ez ezeken azok hatásra lesznek, és nem is feltétlenül csak tartalmi dolgok, hanem a mögöttük álló szellemiség, szellemi dolgok. Ezek tudják kifacsarni, vagy elfordítani, vagy elvinni a szívet. És ugye azt is olvastuk, hogy a szívnek vannak gondolatai is. Tehát ha már itt az elmét említetted, akkor, akkor lehet különbséget tenni a között, hogy mit gondolok én az elmémmel, és mit gondolok a szívemmel? Igen, igen, és ez a kettő sokszor nem is ugyanaz, az a, az a nagyon érdekes, hogy ugye az embernek a személyisége lényegét a szíve adja, ez a legmélyebb részünk. Innen fakadnak valójában a legtöbb erős gondolat, érzelem, erős érzelmek, a cselekedeteknek a motivációi. Nem véletlenül mondja az ige, hogy Isten a szíveket vizsgálja. Van ugye az a történet, amikor Sámuel elmegy, hogy Dávidot királyák kenje Betlehembe, és Isra is hozza elő a jobbnál jobb képességű, szebbnél szebb kiállású fiait állnak a Sámuel előtt, jön az első Eliáb, és ugye a Sámuelben van már egy prekoncepció, ő ismerte őkente föl királyás Sault, akiről azt mondja az ige, hogy a váltól fölfelé az egész Izraelnél egy magas férfi volt, tehát egy ilyen kosárlabdázó alkat volt Saul király, és a Sámuel meg volt győződve róla, hogy ha Isten valakit királynak választ, akkor egy ilyenfajta karakterre kell számítani. És ugye bejön Eliáb, az első fia Isainak, és azt mondja az ige, hogy mondja Sámuel hogy íme az Úr előtt az ő felkentje, és abban a pillanatban jelez a szelleme, a szíve, hogy azt mondja neki az Úr, hogy ne nézd a külsejét, mert megvetettem őt, mert az úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az úr azt nézi, ami a szívben van. Tehát, hogy Isten kevésbé érdeklik a külsődleges dolgok, mint az, hogy ezért mondja, hogy ő a szíveknek, veséknek a vizsgálója, nem csak a cselekedeteinket figyeli, hanem azt is, hogy azok milyen motivációból, motivumból jönnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy mélyebb gondolatok jönnek sokszor az ember szívéből. Hát ez, ez egy tanulási folyamat mindegyikünknek, hogy megtanuljunk a szívünkből, a szellemünkből élni. Nyilván ez az ideális. Sokszor az ebben a felgyorsult világban azt gondolom, hajlamosak vagyunk nagyon gyorsan agyból, elméből, az első gondolatból reagálni, és hát ez, talán ez az egyik oka az, hogy a kapcsolatok nagyon sokszor felszínesek, nehezebb egy jót, egy mélyet beszélgetni, de közben meg az emberben van egy vágy arra, hogy üljünk le egy jó kávé mellett, vagy egy kávéházba, szálljuk rá az időt, az sem elékes, és akkor, ha úgymond szívből szívbe tudunk, meg tanulni, kommunikálni, az, azok az igazán építő, meg emlékezetes beszélgetések. Érdekes, hogy a keleti népeknél ez a mai napig sokkal jobban megvan, mint nálunk. Tehát egy arab országba elmegy az ember, ott simán a két és fél három órát két idős arab ember egy kávézó teraszán, egy árvaszót nem szólnak egymáshoz, a végén fölállnak, megöledik egymást, és fú, de jól éreztem magam, is hazamennek és lehet, hogy csak egy pár kacsintás, egy pár gondolat, néhány szó hangzott el, de évezredek óta megtanulták, hogy a szellemükből, a szívükből mélyről tudnak beszélni, gondolkodni. Nálunk szerintem a racionalizmus itt Európában ezt egy picit elsilányisította. Akkor beszéljünk még a szívnek a funkcióiról egy kicsit, jó? Beszéltünk most arról akkor, hogy vannak gondolatai, azt is tudjuk, hogy szívvel is lehet látni dolgokat, tehát vannak akár látások, vagy olyan célok, amelyeket Isten a szívébe helyez bele embereknek. Milyen más funkciói vannak még a szívnek, amit érdemes tudatosítani magunkban? Hát igen, ha amikor azt mondjuk, hogy van szeme a szívnek, akkor az nyilván, hogy az lenne jó, ha látna vele az ember, a szív szemével. És a megtérésünk után az Isten e, meg akarja tisztítani a felfogó képességünket, hogy eljussunk az igazság felismerésére, a valós, igaz valóság felismerésére, kb. olyan, mint egy koszos vagy mocskos szemüvegből nem lehet kilátni, tehát hiába van ott a szemüveg, ha nem lát az ember. Tehát van egy ilyen funkciója az embernek, de ha az szennyes, de akár a autót is mondhatnám, hogyha annak az a szélvédője a szennyes, akkor nem lehet rajta kilátni, és arra van egy tisztítási folyamat, akár a szemüvegtörlő, vagy most az autókat mondom, nem tudom miért ma ennyire, akkor oda a, a, a ablakmosó folyadék. Tehát nekünk ugyanígy szükségünk van arra, hogy a szívünk tisztuljon, hogy azok a funkciói, amiket Amiket, amikkel rendelkezik, azok működjenek. Tehát, hogy ha a, a fülével halljon, a szemével lásson, és erre mondja az Efézus levélbe Pálapostól, hogy azért imádkozom, hogy az ti szívetek szemeibe fény áradjon. És a fény nem más, mint Jézus Krisztus, így nem csak egy vakító fénysugárra kegye, hanem az tartalmazza a bölcsességet, az életet, a természetét, és minden életet, amely ő belőle árad, és ez mind a mi szívünkbe tölti ki, a fény formájában is, de ez bennünk kell, hogy világítson, kell, hogy nekünk ez, ez utána látást adjon, mert azért a, jön a fény a szív, szív szemébe, hogy utána lássunk, és hogyha látunk, akkor mondja, hogy vak voltam, de már láttam, ami sok sok vak van egyébként, itt meggyógyít Jézus, és nem akarok eltérni az a, a, a a eredeti jelentéstől, hogy. hogy, hogy mit is jelent tulajdonképpen, egy vaknak, aki tényleg nem látott soha, hogy egy valóságos testvérébe beavatkozott Jézus, és tett egy csodát, ugyanígy a szívekbe is tesz, tehát mi szívünk is ráismerünk. És ez majd a vizsgált igéhez hozzá is tartozik, hogy az láthatja meg. Tehát amíg azt mondjuk, hogy a boldog mondások egy ígérete, hogy majd megvalósul a boldogság, ugyanakkor <hül> itt a megtérésünk után már igenis, hogy boldogságot okoz az, hogy azzal a szívvel lehet látni Jézust és itt a cselekedeteire gondolok, itt az ígéreteire gondolok, amelyik által részese lettünk az isteni természetnek, mert ez a fény tehát a látás adja, én értem, vagy a hallás, hogy meghalljuk a prédikációkból, vagy az Isteni igének az olvasásából, a, amit akar szólni hozzánk a szívünkhöz, és így, vagy így megyünk át egy tisztulási folyamaton tulajdonképpen napról napra.